Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács szeptember 23-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jön rövid képes ajánlónk. Sajtótájékoztató. A helyi és az országos média munkatársainak számolt be Kovács Zoltán és Bakondi György a Városházán. Mohács biztonságban van. A migránsválsággal kapcsolatban kérdeztük Szekó József polgármestert. Tekerjünk, hogy tekerhessünk. Mohács idén sem maradt ki az Európai Mobilitási Hét helyszínei közül. A kialakult migráns helyzettel kapcsolatos aktualitásokról tartott sajtótájékoztatót Kovács Zoltán kormányszóvívő és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szeptember 19-én a Mohácsi Városháza dísztermében. Az eseményen az országos médiumok mellett természetesen a Városi Televízió stábja is jelen volt. A kormányzati kommunikációs központ immár Mohácson működik, így a Városháza dísztermeig vezető utat gyalogosan tette meg Kovács Zoltán kormányszóvivő és Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó. A migráns helyzettel foglalkozó sajtótájékoztató fontosságát jól jelezte, hogy több országos televízió és hírcentrum tudósítója is a helyszínre érkezett. A következőkben tudnám, illetve szeretném összefoglalni a részben a mai nap, illetve a tegnapi este és az éjszaka cselekményeit. Talán a legfontosabbal kezdjük, bár rögtön ki is fog derülni, hogy Milanovic miniszterelnök úr ma délelőtti beismerő nyilatkozatával kapcsolatban Szijjártó Péter külkereskedelmi és külügyminiszter 3 órakor tájékoztatja majd önöket, de egyértelművé vált, amit már tegnap este is mondtunk. Horvátország nem csak hogy cserben hagyta Magyarországot, hanem cserben hagyta az egész Uniót, illetve feladott minden olyan jogi kötelezettséget, amely ránézve is kötelező, bár nem tagja a Schengeni övezetnek. Nem nagyon lehet ezt másként nevezni, mint cserbenhagyásnak. Azt gondolom, hogy a részletekről, hogy milyenkor a teendő Szijjártó Péter majd tájékoztatást ad, azt látjuk, hogy amit beismert a horvát miniszterelnök, illetve amivel fenyeget minket, az gyakorlatilag ebben a pillanatban is folyik. Erről Bakondi úr mindjárt friss számokkal szolgál önök számára. Tehát folyamatosan hordják a horvátok a magyar határra az illegális migránsokat. Mi pedig, ahogy ezt tegnap is elmondtuk, teljesítjük azokat a feladatainkat, azokat a kötelezettségeinket, amelyek fennállnak az Unióval kapcsolatos eljárásokban. Ezt a továbbiakban is teljesítjük, tehát regisztrálunk, minden ide érkező illegális migránst el fogunk látni, illetve amennyiben együttműködnek, természetesen segítünk nekik. Az elmúlt időszakban ez az együttműködés természetesen csökkenő tendenciát mutat. Illetve még egy olyan fejleményt emelnék ki a tegnapi naphoz képest, amelyről szintén beszámoltunk, illetve értesülhettek. Dr. Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari főnök bejelentette, hogy pontosan akarom idézni, az önkéntes műveleti tartalékos katonák részleges mozgósítására is szükség van, illetve sor kerül. A kerítés a déli biztonsági határzár építéséhez, kiszolgáló, illetve egyéb munkákhoz és ellátandó feladatokhoz igazodva. Ez összességében a már most egyébként szolgálatot teljesítő 100 ember mellett, a 300 kiképzés alatt lévő ember mellett, katona mellett, mint egy további 500 főt jelent egy adott pillanatban, tehát összességében kb. 900 önkéntes lesz majd tartalékos, bocsánat, lesz majd szolgálatban. Segíti azt a munkát, amit a rendőrség, illetve az egyéb szakemberek végeznek a helyszínen. A magam részéről felvezetőként ennyit szerettem volna mondani. Bakondi urat arra kérem, hogy a részletekről tájékoztasson. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Reggel 9 órakor a rendőrség tartott egy sajtótájékoztatótól elmondott adatokat. Én kísérletet teszek egy összesített adathalmaz és abból néhány következtetés levonására. Kezdeném talán a tegnapi nappal. A tegnapi napon a szerb szakaszon összesen 288 határsértőt fogtak el. Látható az a szignifikáns csökkenés, amelyről szintén többször beszéltünk, a 9000 néhány százas napi átlagból 288-as csökkenés, tehát a műszaki és a jogi határzár, az oda vezényelt erők együttes hatására ez a dolog megoldódott. A horvát szakaszon Beremend, Magyarboly, Gyékényes és Letenye határátkelő helyeken, Letenye ugye már Zala megye, határátkelő helyeken történt buszokkal és vasúti szerelvényekkel migránsoknak a Magyarországra szállítására sor. Elmondta a kormányszóvivő úr, továbbra is jeleznénk, hogy
semmifajta egyeztetés a magyar kormánnyal nem történt. A horvát miniszterelnök azt mondta, hogy rákényszerítették az akaratukat Magyarország, és ezt fogják a továbbiakban is tenni, ezt rendkívül furcsa, szokatlan kijelentésnek tartjuk. A vonatokkal és a buszokkal érkező migránsok, több mint 8000 fő, tegnapról beszélek, elszállításáról gondoskodtunk, regisztrációjuk ellátásuk érdekében elszállítottuk őket a horvát szakaszról, különféle regisztrációs és gyűjtőpontokra, majd pedig jó néhányan olyanok voltak, akik nem voltak hajlandók regisztrációnak alávetni magukat, és Ausztria felé vagy elindultak Győr felé vonatokkal, vagy pedig bizonyos megpihenés, táplálkozás, alvás után nekiindultak Szent Gotthárdon az osztrák határnak. A magyar rendőrség az folyamatosan tájékoztatja az osztrák partnert a mozgásokról. Éjfélre, ahogy szintén jeleztük, a Magyar Honvédség elkészítette a 41 kilométeres szakaszon a gyodát. Ennek a munkának a folytatása következik, míg kialakulnak azok a műszaki feltételek, amelyek a szerb szakasszal megegyező biztonságot tudnak a zöld határon garantálni. Az nagyon szeretnénk elkerülni, hogy a határátkelő helyekről letérjenek a migránsok, és a zöld határon, hát itt a dél-magyarországi részeket elözönöljék. Ezért tettünk intézkedéseket, hogy akkor inkább a közúti és vasúti átkelőkön zajlódjon ez. Végrehajtásra kerültek a honvédség és a rendőrség erőinek az átcsoportosítás, ezeknek az adatait tegnap szintén elmondtam sajtótájékoztatón. Mai napon a horvát szakaszon 10 óráig 2900 fő, ebből legutóbb 1800 fő gyékényesen vasúton érkezett. Ha ezt összeadjuk, akkor 11000 fő körül van a migránsoknak a létszáma, és adatokkal rendelkezünk arról. Ne gondoljanak semmi titokzatos adatszerzésre, a televízióból látjuk, hogy Szerbia felől mi történik a tulajdonképpen őrizetlen és felügyelet nélküli horvát határon. Özöllenek be a migránsok, úgyhogy nem lehet arra számítani, hogy rövid időn belül itt megállna ez az áradat. Talán, hogy szerb szakaszról is mondjak valamit, 0 óra óta 108 fő határsértőt fogtunk ott el, és ami jó hír, hogy reggel 7 órakor, az reggel 7-től este 7-ig nyitva tartó ásotthalmi határátkelőjét sikeresen meg tudtuk nyitni, és készek vagyunk tárgyalni a szerb garanciák alapján arról is, hogy esetleg a másik határátkelő helyeinket is megnyithassuk, amennyiben a szerb fél garantálja, hogy ott nem kerül sor közlekedés biztonságát és a határbiztonságát érintő rendbontásokra. Talán még egy olyan összesített adatot azért, összesen határsértő január 1-től 209.263, és összes menedékkérelmet benyújtó a 172.801. Büntető eljárás, ami indult szeptember 15-e óta, összesen 133. A média szintén hírt adott arról, hogy kiket vádolt meg az ügyészség a Röszke 2-n bekövetkezett események kapcsán, tiltott határátlépés, vagy még annál is súlyosabb bűncselekményekkel, vagy annak minősített esetével. Szeptember 15-től egyébként 334 fő nyújtott be menedékkérelmet Magyarországon. A két tranzitzónánkban jelenleg 69-en tartózkodnak. A magyar befogadóállomásokon mindösszesen 1068 fő, és kialakítottuk az idéglenes tranzitzónát a Beremendi határátkelő helyen azért, hogy mód legyen a migránsoknak menekült kérelmet benyújtani. Ami a magyarbói vasútállomáson történt incidenst illeti, az Országos Rendőrfőkapitány Bizottsággal vizsgáltatja az ott kialakult körülményeket, hogyan történt ez pontosan. Ennek a megtörténtét és a körülményeit a tegnapi sajtótájékoztatón ott a helyszínen elmondtuk. Jelen voltunk a kormány szóvivő úrral, amikor buszokkal a 40 horvát rendőrt visszaszállítottuk horvát területre.
azt szeretném mondani, hogy az átjött rendőrök, tehát hogy aki nem ismeri a helyszínt, tehát 6,5 kilométerre van a határvonaltól a magyar-bolyai vasútállomás, MÁV piros jelzése ellenére szépen átcsurogtak, megérkeztek 6,5 kilométer után Magyarbolyba, ahol a horvát rendőrök intézkedni kezdtek a leszállításról, majd pedig a magyar rendőrség intézkedéseit elfogadták, tehát nem került sor konfliktusra. Aggodalomra nincs ok, nyugodtan élheti minden mohácsi továbbra is a megszokott hétköznapi életét, hangsúlyozta a Városi Televíziónak Szekó József abban az interjúban, melyben a migráns helyzet városi vonatkozásairól kérdeztük a városvezetőt. Mohács polgármestere stábunknak a most következő beszélgetésben elmondta, napi kapcsolatban áll a kérdésben illetékes szervekkel és hatóságokkal. Hetek óta ország, sőt a világ sajtó témája most már a migráns ügy, és naponta vannak új fejlemények. Polgármester úr már többször rövidebb nyilatkozatokat adott ebben az ügyben, viszont még kifejezetten hosszú interjú nem készült ebben a tárgykörben. Most ezt pótoljuk a jelen beszélgetésünkkel, és mindjárt kezdem a legfontosabb kérdéssel, talán egyeztetve a hatóságokkal, a megfelelő szervekkel. Mit mutatunk el Mohács lakosságának? Biztonságban van-e a város? Köszöntöm a nézőket, hallgatókat. A nyilatkozatomban én természetesen igyekeznék Mohács környékre korlátozódni, és ezzel kapcsolatos információkat megosztani, illetve a véleményemet elmondani. Én azt gondolom, hogy alapvetően amit elmondhatunk, hogy nem kell aggódni, mindenki élheti nyugodtan továbbra is az eddigi hétköznapi életét, tehát nem kell attól tartani, hogy itt olyan migrációs hullámmal kellene számolni a város közigazgatási területén belül, vagy akár a bent a város lakott részein, hogy az megzavarná, adott esetben ellehetetlenítené a normális hétköznapi életet. Úgy gondolom, hogy eddig egyáltalán nem voltak ennek jelei, már legalábbis olyan jele, hogy itt migránsok Mohácson nem jelentek meg, mindenféle ellenkező híreszteléssel és irodásokkal szemben, és várhatóan ez így lesz a jövőben is. A kerítést a határon megépítették újabb 41 kilométer hosszan, és a korábbi tapasztalatok, mondjuk tegyük fel a röszkei példát, azt mutatták, hogy töredékére csökkent ott a bepróbálkozók, illetve a ténylegesen átjutók száma. Mohácson is várható akkor emiatt ezen a környéken egy ilyen hasonló hatás? Folytatnám az előző gondolatmenetet, mert ugye ez a kérdés is ezt indukálja. Tehát mi közel sem vagyunk olyan helyzetben, mint Röszke és a környék volt. Mohácson nincs menekült áradat, nincs gyűjtőpont, nem is lesz gyűjtőpont. Tehát ugye korábban itt lehetett hallani mindenféle szóbeszédet, hogy adott esetben a valamely sporttelepen vagy sportétesítményben fognak migránsokat elhelyezni, meg, tehát ilyenről szó sincs, nem is volt róla szó, tehát nem tervezték sem a belügyi hatóságok, sem más, és nincs is rá szükség. Ez kezdetektől fogva látszott, hogy a migránsoknak a célszerű útvonala az nem valószínű, hogy városunkon keresztül vezethet, hiszen az ő céljuk Ausztria és többnyire Ausztrián keresztül Németország vagy a skandináv országok. Tehát ez pedig, hogyha a szerbiai határszakasz lezárul, és döntő többségében a Dubrovniktól délre tudnak átkerni a horvát-szerb határon, akkor számukra az kerülő kitérő lenne, hogyha a Mohács irányába jönnének, vagy Mohács felé haladnának, és így próbálnak elérni az úti céljukat. Alapvetően a térségünkben, tehát a belátható távolságon belül is itt a magyar-bolyai határátkelő azért tűnt és logikus útvonal, mert hiszen ott van a vasúti átkelőhely is, és talán a legrövidebb úton, módon a legnagyobb tömeget ott lehet kezelni.
Ugye döntően most is az történik, hogy a Horvátországban összegyűjtött embereket odaszállítják Magyar-Bolyai határátkelőhöz, a környékre, és vagy autóbuszokkal, vagy pedig vonattal szállítják a nyugati határhoz, ahol megtörténik az adatfelvétel, és a célállomásuk felé továbbítják, engedik a migránsokat. Nálunk Mohácson elsősorban annak a jeleit tapasztalhattuk és tapasztalhatják, hogy megnőtt a rendőrség mozgása, lehet találkozni katonai, rendőrségi gépjárművekkel, egységekkel. Ez a város, a térség, az itt lakók védelmét szolgálja, és az állam határvédelmét szolgálja. Valóban több mint 40 kilométeren letelepítésre került ez a műszaki, gyors telepítésű műszaki határzár, amit gyorsan ki lehetett húzni. Ennek igazából a nagyobb jelentősége az elvi jelentőségű. Ugye meghozta a parlament a szükséges törvényeket, és ezekkel a törvényekkel megtámasztva egy ilyen még bármennyire is átléphető vagy megbontható műszaki határzárnak a léte, az komoly védelmet jelent, ugyanis, hogyha valaki ezt a határzárat átlépi, ehhez hozzányúl, akkor bűncselekményt követel, és ilyen formán egész más eljárásban, elbírálásban részesül. Biztos, hogy ő akkor elfelejtheti azt, hogy be tud lépni Európában, és normális eljárás keretében itt regisztrálni tud, és valamely országban menekültként befogadhatják. Tehát nyilván aki ilyen bűncselekményt elkövet, az elzárásra, kitoloncolásra számíthat. Ezért van ennek a műszaki meglétén túl igen komoly elvi jelentősége is. Na most ettől függetlenül, ugye ezt a kormányzati kommunikációban is hallhattuk, hogy úgy, ahogy a szerb határon, a horvát határon is megkezdődik, tudomásom szerint már megkezdődött, és talán egy héten belül, de inkább fogalmazunk úgy, hogy egy-két héten belül a komolyabb akadályt jelentő, egy 3 méteres drótkerítésnek, határzárnak a kiépítése is megtörténik. Tehát ugye ez az a határzár, amikor már komoly tartóoszlopokat nyomnak le a földbe, közel 2 méteres mélységre, és 3 méteres drótkerítés szöges dróttal kerül kihúzásra, kiépítésre. Tehát itt ezt az akadályt már nem lehet olyan könnyedén átlépni. Tehát ha valaki semmibe venné a magyar jogszabályokat, és ezt a gyors telepítésű határzárat netán át szeretné lépni, félre akarja húzni, elvágja, és át akarna jönni rajta, mondom, semmibe véve a magyar jogszabályokat, felvállalva azt, hogy annak a kockázatát, hogy így bűncselekményt követel, és kiutasítják Európából, akkor annak már meg kell birkóznia ezzel a masszívabb és egy magas építésű drót kerítéssel. Nyilván azt is meg lehet rongálni, mindent meg lehet rongálni, mindent tönkre lehet tenni, de pont ezt a célt szolgálja, hogy a rendőrség és a katonaság nagy erőkkel vonult fel városunkba és a térségbe. Az ő feladatuk lesz azoknak a migránsoknak az elfogása és a begyűjtése, akik
netán arra vetemednének, úgymond, hogy megrongálják a határzárat. Egyébként az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a migránsok békések, nem ellenségesek, nem erőszakosak, nem agresszívek. Természetesen, hogyha odáig fajulna a dolog, hogy erőszakkal kívánnának áttörni bármelyik határátkelőn vagy határzáron, akkor erre kapott a rendőrség, határőrség megerősítést, és erre vannak meg az eszközei, illetve egyre jobb felszereltséghez jut. Azt remélem, hogy és reméljük mindnyájan, hogy erre azért nem kerül sor, de minden esetre azt gondolom, hogy az most megnyugtató kell legyen, hogy Mohácson ide telepítettek egy rendőrszázadot, a Petőfi Kollégiumban kerültek elhelyezésre, és minden híreszteléssel ellentétben szeretném mondani, hogy csak annyi rendőr került elhelyezésre, amennyi szabad hely volt a kollégiumba, és a diákok ugyanúgy elfoglalhatták a helyüket, és ugyanúgy járhatnak iskolába, mint eddig járhattak iskolába, akik kollégisták voltak, és kollégisták jelenleg is. A többi rendőr század, határőr század, az jellemzően más megyéből, más kapitányságról kerül váltásban ide Mohácsra, vagy a határra, és hát úgy végzi a szolgálatát. Tehát napi váltásban, akár naponta, napi 6-8 órás váltásban érkeznek ide, illetve viszik el őket. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy természetes reakció a lakosság részéről, hogy többen vannak, akik a feladatukat végző, szolgálatot végző rendőröket, katonáknak igyekszenek segíteni, ha másképp nem, akkor élelmet, süteményt, gyümölcsöt, ezt-azt, italt vinni a részükre. A rendőrség határozott kérése, hogy ne tegyék, tehát ők gondoskodnak a szolgálatukat ellátó katonák, rendőrök ellátásáról, élelmezéséről. Akinek olyan szándéka van, hogy segíteni szeretne, annak az a javaslatunk, hogy elsősorban a menekülteknek, a migránsoknak nyújtson segítséget, amennyiben ezt helyesnek tartja. Erre a lehetőség Mohácson is adott. Mohácson a véradóban tudják az erre szánt élelmet, adományokat leadni. Dr. Szilas Judit vezetőasszonynál, igazgatóasszonynál reggel 8 órától délután 15:30-ig, tehát még egyszer mondom, a véradóállomáson reggel 8 órától délután 3:30-ig tudják a Vöröskeresztnek leadni az adományaikat, segélyeiket. Ő a Vöröskeresztnek, tehát igazgatóasszony a Vöröskeresztnek a mohácsi összekötője, és a véradóállomás telefonszáma az pedig 69-es körzetszámon a 311-400-as telefon, illetve megadtak nekem még egy mobiltelefont is, az pedig a 30-as 497-es 9261-es telefonszám. Tehát még egyszer, a 30-as 497-es 9261-es mobiltelefonszám, amelyen keresztül érdeklődhetnek, illetve hát megszervezhetik az adományok, segélyszállítmányok elhelyezését. Pontosabban, ha már nagyobb mennyiségű szállítmányról van szó, akkor a Vöröskereszt pécsi kirendeltségével, gazdasági vezetőjével kell felvenni a kapcsolatot, tehát nagyobb mennyiségű adományt, szállítmányt, azt szállítmányért akkor külön eljönnek, vagy hát azt külön meg kell beszélni és meg kell szervezni. Ebben az esetben a 70-es
933 84 27-es telefonszámot hívják, és jelezzék, hogy nagyobb mennyiségű adományt szeretnének eljuttatni a menekülteknek. Tehát még egyszer, ez a 70-es, 933, 84, 27-es telefonszámon tehető meg, és ott a megyei, tehát a Vöröskereszt megyei gazdasági szervezetén keresztül tudnak akkor segítséget nyújtani. A menekültek eléggé, tehát legalábbis ugye egy részük az eléggé elcsigázott, fáradt, megviselt állapotban van, tehát nyilván ők örülnek minden segítségnek, adománynak, főleg, hogyha jön a rossz idő, a rosszabb idő. Sajnos egyenlőre nem úgy tűnik, hogy a menekült áradat a közeljövőben véget ér. Ezt talán pontosan még senki nem látja a végét. Én, ahogy most itt a riport elején említettem, én szeretnék a Mohács térségének a dolgaira szorítkozni ebben a nyilatkozatomban, ezért ismételten azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mohácsiaknak és a környéken élő embereknek nem kell attól tartani, hogy a térséget ellepi a menekült áradat. Eddig sem történt, és ezután sem várható. Tőlünk mintegy 30-40 kilométerre van a migránsoknak az egyik természet, inkább úgy mondanám, hogy szervezett és kijelölt útvonala, amelyen keresztül akár a horvát hivatalos szervek, de akár a csempészek is próbálják őket átjuttatni Magyarországra, és hát Magyarországon keresztül akkor Ausztriában, Németországba, illetve hát Horvátországon keresztül van más útvonala is a migránsoknak, csak mint ahogy hallottuk a horvát miniszterelnöknek is a nyilatkozatából, nekik egyszerűbb és rövidebb magyarországi határátkelőkhöz a menekülteket odaszállítani és útjukra bocsátani őket. Amennyiben utána az a forgatókönyv jönne be, amit előrevetítettek, hogy Magyarország kiépíti a 3 méteres stabilabb határzárat, drótkerítést a horvát-szerb határtól egészen a Dráváig, ugye akkor felvetődött egy olyan opció is, hogy Horvátország akkor szabadjára engedi a menekülteket, ugye ez az úgynevezett C-terv, és akkor menjen mindenki, amerre lát. Én azt gondolom, hogy ezt még alaposan át fogják gondolni a horvát hivatalos szervek is, hiszen én azt gondolom, hogy nekik is, a horvát lakosságnak is az az érdekük, hogy a migránsok szervezetten, irányítottan lépjenek be az országukba, és ugyanilyen keretek között is távozzanak az országukból, nem pedig az, hogy szélnek keresztik őket, menjen ki merre lát. Az úgy gondolom, hogy a horvát embereknek, a horvát településeknek sem tenne jót. De ha mégis ezt a véleményem szerint kaotikus helyzetet, elsősorban a Horvátországban kaotikus helyzetet teremtő megoldást választanák, abban az esetben ugye nagyobb eséllyel kell számolni azzal, hogy a határ minden pontján megjelenhetnek az ott eltévejgő, kóborló emberek, vagy hát akár azt a más átkelő helyet megcélzó emberek. Ebben az esetben kell majd a katonaságnak és a határőrségnek határozottan fellépni és megakadályozni őket abban, hogy a kerítést megrongálva azon átkeljenek. Hát úgy gondolom, hogy a magyar rendvédelmi szervek már bizonyítottak a magyar-szerb határon, ugyanúgy ez itt akkor a magyar-horvát határon is így megtörténhet.
Nem tartom valószínűnek, de előfordulhat egy ilyen opció is. Amit még ugye megjelent a híradásokban, hogy a kormányzati kommunikációs központ Mohácsra költözött, ennek semmi más oka nincsen, mint az, hogy itt van meg a leginkább az infrastruktúra ahhoz, hogy megfelelő módon el tudják juttatni a híreket a különböző hírközlő csatornákhoz. Tehát nem azért, mert hogy itt valamilyen súlypontja lenne a menekült hullámnak, hanem ennek csupán technikai oka van. Itt van hozzá meg nálunk a szükséges infrastruktúra, és innen viszonylag jobban megközelíthetők azok a határmenti helyek, térségek, Sárok, Irocska, Beremend, Magyarbój, ahol megjelentek a migránsok, illetve hát ahol a szervezett átkelésük is folyik. Azt gondolom, hogy talán röviden összefoglalva ezek a legfontosabb információk, amiket el tudok mondani a mohácsiaknak. Talán ezért a pontosítás véget még említette polgármester úr is azt, hogy vannak mindenféle mendemondák, híresztelések, amelyekből semmi nem igaz. Tehát akkor az olyan hírek, hogy például a benzinkúton láttak migránsokat, vagy a szigetben komposztak, vagy a szigetből komposztak, vagy teszem azt, hajóval úsztak fölfelé a Dunán, akkor ezek nem valószínűek? Nem valószínűek, és a hivatalos információkból, és a napi kapcsolatban vagyok a hivatalos szervekkel, rendőrséggel, ha 2-3 embert elfognak, arról is tudunk, amikor a töltésen az első napokban, de ez múlt pénteken, csütörtökön vagy pénteken volt, akkor 187 embert tartóztattak fel és fogtak el mindjárt a töltésen. Azt követően néhány ember, akik feltétlenül csak eltévedtek és keveredtek erre a határszakaszra, néhány ember került a látókörbe, azon kívül nem tudunk másokról. Olyanról tudunk, hogy volt olyan település, ahol a szomszédasszony, mikor a második szomszédja hátrament a kertjébe, a szomszédasszony migránsnak véve már azonnal bejelentéssel élt, hogy ott az udvara felé tartanak a migránsok, tehát mindjárt ki is szálltak oda természetesen. Tehát most nyilván lehetnek ilyen rémlátomások. Jobb óvatosnak lenni természetesen, tehát hogyha valaki olyan rendkívül gyanús dolgot tapasztal, akkor jelezze, de eddig ilyen jelek, itt komolyan veendő jelek itt nem voltak. Ezzel nem kellett számolni, és eddig arról számoltak be a mi szakaszunkon dolgozó rendvédelmi szervek, hogy azok a migránsok, akikkel ők itt találkoztak, azok mind békések, együttműködők, nem agresszívek, és tehát hálásak minden ellátásért, ha vizet adnak nekik, ha valamilyen élelmet juttatnak hozzájuk, és inkább megköszönik azt, hogyha őket szervezett keretek között szállítják, vagy irányítják az elképzelt úticéljuk irányába, úticéljuk felé, és nem pedig össze-vissza magukra hagyatottan kell kóborolniuk. Megvan tehát a napi kapcsolata hatóságokkal, a kommunikáció minden nap megtörténik, és így aztán a hírek is frissek és napra készek. Nem tudom, arról van-e értesülése polgármester úrnak, hiszen Mohácsról nagyon sokan járnak át, vagy rokonokhoz, vagy éppen akár vásárolni Horvátországba, hogy például itt az udvari átkelőnél a forgalom milyen, át lehet-e menni? Hát a személyforgalom, személygépkocsi forgalom az zavartalan. A teherforgalom az már nem annyira, hiszen a magyar-szerb határszakaszon ugye le volt zárva a röszkei határátkelő, sőt más határátkelők is le voltak zárva, és tehát hál' Istennek olyan mértékű a kereskedelem, a gazdasági kapcsolatok olyan aktívak,
hogy az a teherforgalom, ami a magyar-szerb szakaszon zajlott eddig, az ugye áttolódott a magyar-horvát szakaszra. Itt ez most több órás várakozást jelentett. Most már ugye hallottuk a híradásokból is, mert ez mindkét országnak az érdeke, Szerbiának és Magyarországnak is az érdeke. Ugye a belügyminiszterek erről döntöttek is, megnyitották a magyar-szerb határátkelőket, a teherforgalom fokozatosan visszatér oda, tehát reményeink szerint ez itt is csökkenti az udvari határátkelőre jutó nyomást. Ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy azzal, hogy a többi határátkelő, tehát a tőlünk nyugatra lévő határátkelők Beremennél, a Drávánál és még nyugatabbra lévő határátkelőknél nagyobb a migráns nyomás, ott nyilván korlátozottabb lesz az átkelés, ezért a mi határszakaszunkon, az udvari határátkelőn nagyobb gazdasági forgalomra kell és lehet számítani. A létérdeke szerintem a horvát Baranyában működő sok-sok vállalkozásnak is az, hogy itt a teherforgalom megfelelőképpen menjen. Úgy gondolom, hogy Horvátországnak sem érdeke például a migrációs hullámot erre a határátkelőre irányítani, mert ha ez megtörténik és le kell zárni a határátkelőt, az nagyon komoly gazdasági hátrányokkal járhat Horvát Baranya és Horvátország számára is, meg nyilván a számunkra is. Tehát szomszéd országok lévén érdekeltek vagyunk a minél jobb együttműködésben, a minél jobb gazdasági kapcsolatokban, és ez nagyon, nagyon komoly károkat is okozhatna. Például az udvari határátkelő lezárása, ezért én úgy gondolom, hogy az csak a legvégső esetben kerülhet arra sor. Egyébként is ez már csak a szubjektív véleményem, mint magánembernek és mohácsi polgármesternek, hogy nem örülök ennek a határzárnak, és azt gondolom, hogy józan gondolkodású emberek nem örülnek neki, ez egy szükséges rossz, ami most történik, hiszen akkor, amikor azon dolgozunk, hogy plusz határátkelőket nyissunk az országaink között, amikor azon dolgozunk, hogy különböző helyeken kerékpárutakat építsünk Horvátország és Magyarország között, de ugyanúgy Magyarország és Szerbia között, hogy a polgáraink át tudjanak járni akár turisztikai kapcsolataikat, gazdasági kapcsolataikat tudják erősíteni, minél szorosabb legyen az együttműködés. Ugye közelnek látszott már Horvátország Schengen jövezethez való csatlakozása. Ugye azt lehetett hallani még a migráns áradat előtt, hogy akár már jövő évtől Horvátország beléphet a Schengen jövezetbe. Komoly határmenti fejlesztések előkészítésén dolgoztunk mi is. Az Európai Unió komoly támogatást helyezett kilátásba ilyen célból. Hát azt gondolom, hogy most ez a helyzet, ez a határzár mindezt visszaveti elég rendesen. Visszaveti Horvátország csatlakozását a Schengen jövezethez minden bizonnyal, és hát ezeknek az együttműködéseknek is komoly nehézséget jelent, amelyen majd az elkövetkezendő években meg kell küzdenünk. Az Európai Mobilitási Hét keretében Vémént kezdeményezésére szeptember 20-án több település közreműködésével kerékpárutat szerveztek, melynek célja egyrészt az egészséges életmód és a természet szeretet hirdetése, másrészt a figyelem felhívása arra, hogy a megszűnt Bátaszék-Pécsvárad vasútvonal helyén egy kerékpárút létesülhetne. A Tekerjünk, hogy tekerhessünk elnevezési projekthez a mohácsi frissítőponton újabb kerékpárosok csatlakoztak.
A vasárnap reggeli csapadékos időjárás láttán az egyszerű szemlélő joggal gondolkodott el, lesz-e bármi is az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó tekerjünk, hogy tekerhessünk elnevezésű kezdeményezésből, röviddel dél előtt azonban világossá vált. Az igazi bringásokat nem rettenti el egy kis eső. A Mohácsi Városháza munkatársai Mohács határában a II. Lajos emlékműnél ásványvízzel, pogácsával és turisztikai kiadványokkal várták a menetet, mely rendőri felvezetéssel érkezett. A Városi Televízió a pihenőidőben kérdezte Barta Erzsébet ötletgazdát, vémint polgármesterét, aki maga is két keréken jött a helyszínre. Talán félretehetem a szerénységemet, és azt mondhatom, hogy ez kicsit Véménnek a gyermeke, ugye leporoltunk egy korábbi tervet, méghozzá a Pécsvárad-Bátaszék megszüntetett vasútvonalon létesítendő kerékpárútnak a tervét, és ugye az Európai Mobilitási Héttel összehozva a programunkat, 17 településsel mi is megalkottuk a projektünket, ez a Tekerjünk, hogy tekerhessünk projekt, és hát ez alkalommal szeretnénk felhívni ugye egyrészt a környezetvédelem, illetve az egészséges életmódra való, tehát szeretnénk felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, illetve a környezetvédelemre, illetve hát szeretnénk felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy itt összefogás van, és ez a 17 település nagyon szeretné, hogyha valamikor a jövőben megépülne ez a kerékpárút, és ezért jöttünk össze ennyien itt a mai napon. Önök most honnan érkeztek? Mi Bátaszékről indultunk 9 órakor. Esett az eső, tehát Bátáig esőben jöttünk, sőt Dunaszekcsőig is, de most már azt kell mondanom, hogy sokan vagyunk, nagyon jó az idő, úgyhogy abszolút sikeresnek mondható. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy menet közben csatlakoztak újabb bringások? Így van, ugye minden település készült egy frissítőponttal, ott ugye megpihentünk egy kicsit, az ottaniak csatlakoztak, és így megyünk tovább, most Csomberek állomás következik. A mondjuk úgy nem túl kedvező idő ellenére szerintem igazán sikeres ez a debütálása a rendezvénynek. Igen, Bátaszékről azért jóval kevesebben indultunk, tartottunk tőle, hogy nem leszünk sokan, de minden tisztelet, az emberek esőben is tekertek, úgyhogy a kemény mag itt van. Mohács érintésével a végcél Vémént, mi történik majd Véménden? Igen, Véménden ugye eredetileg úgy volt, hogy a sportpályán fogunk találkozni, de beköltöztünk a sportcsarnokba. Különböző programok várják a vendégeinket, reméljük, hogy minél többen eljönnek Vémindig. Meleg étellel, teával, borral, pálinkával és mindenféle frissítővel várjuk az odaérkezőket. Említettük ezt a megszűnt vasútvonalat, ahol jó volna a kezdeményezők szerint, hogyha kiépülne egy kerékpárút. Milyen látnivalók vannak ezen a szakaszon? Miért volna hasznos, hogyha végig lehetne kerékpározni ezt a szakaszt? Én azt gondolom, hogy turisztikai szempontból is nagyon fontos, hogy megépüljön ez a kerékpárút. Minden település kialakíthatja maga attrakcióját. Ugye Mohácson nem kell bemutatni a látnivalókat. Nagyon sok tervünk van a jövőre nézve Véménnek is. Egymásra épülő rendezvényeket szeretnénk, illetve egymásra épülő attrakciókat szeretnénk majd ezeken a településeken összefogással és egy ilyen 5-6 napos ilyen programcsomaggal. Ehhez terveznek esetleg egy kiadványt is a jövőben, amelyik bemutatja ennek a régiónak a vonzerejét? Mindenképpen tervezünk honlapot, kiadványt, és minél több olyan figyelem felhívó kiadványt, ami ugye információ a jövőben a turistáknak, illetve a vendégeinknek. Végül egy személyesebb kérdés, ön mennyire rutinos kerékpáros, mennyire vett igénybe eddig ez a szakasz? Én folyamatosan kerékpározok ezeken a szakaszokon, tehát Bátaszék felől nem annyira, de Pécsváradról igen, és én nagyon fontosnak tartom, hogy megépüljön ez a kerékpárút, mert ugye sok kamion miatt, ugye Véménden van az autópálya felhajtó, veszélyes a kerékpározás, tehát nagyon oda kell figyelni. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó akcióhoz Mohács nem csak az egyik helyszínt adta, de szép számmal akadtak kerékpárosok is, akik itt csatlakoztak a Véménre tartó menethez. Hasknecht János, a Zöldküllő Mohácsi Túrakerékpáros Egyesület alelnöke természetesen nem hiányozhatott egy ilyen eseményről. Nagyon örültünk, hogy meghívást kaptunk. Ez a túraútvonal nem áll nagyon távol tőlünk, hiszen szoktunk ilyen pécsváradi túrákat tenni. Ugye az egyik útvonalon, tehát Himes háza felé indulunk, és így Véménnek jövünk vissza. Ez meg különösen melengeti a szívünket, hogy ilyen önkormányzatok által elindított felhívás, hogy ugye a Bátaszék-Pécsvárad vasútvonalat, hogyha lehet, akkor alakítsák át kerékpáruttá. Ilyen már történt Magyarországon, úgy tudom, nem is egy helyen,
és hát van még mit megoldani, hiszen Baranyában is, és a különböző megyéket összekötve itt nagyon sok használaton kívüli vasútvonal van. Valamikor ugye talán Magyarország így próbált európaivá lenni, hogy vasútvonalfejlesztés volt. Ez indult még a monarchiában, két világháború között, majd utána is ugye arccal a vasút felé. Hát szerintem most legyen az a szlogen, hogy arccal a kerékpárút felé, és így megyünk Európába. Ez a szóban forgó kerékpárút, ami mellett most itt a többi kerékpáros is lobbizik, és amiért felemeli a szavát, és kerékpárnyeregre pattan, milyen vonzó látnivalókat tartalmaz? Elsősorban a falvak számára fontos, ugye, mint falusi turizmus. Nekünk minden út érdekes, főleg az, ami még járatlan. Egyébként ez a vasútvonal ugye arról is volt többek között híres, mivel ez egy nagyon dimbes dombos, ugye a Gerezsi dombsághoz tartozik egész a Mecsekig ez a rész. Arról volt, hogy híres, hogy nagy szintkülönbségeket nem küzdött le, tehát ez inkább egy ilyen kanyargós vasútvonal volt. Nem is ment ennél oknál fogva, nyilván nem is ment olyan gyorsan a maga vonat sem. Hát a kerékpárosok meg tudásuk szerint, de nem kell leküzdeni nagy szintkülönbségeket, tehát bátran neki lehet indulni olyannak is, aki esetleg félt a domboktól, vagy ezért ezt a részt, ezt az etapot kihagyta eddig. Ha ez ugye létre jön ez a kerékpárút, akkor ez egy szerintem egy nagyon kihasználható kerékpárútvonal lenne, vagy túraútvonal lenne. Nagyjából milyen hosszú szakaszról beszélünk, és csak azért is kérdezem, hogy például egy egynapos túrába beleférne mindez? Mindenképpen. Hát eddig is, hogyha egy pécsváradi túrát csináltunk, ugye a szokott útvonalakon, tehát a közúton, a dimbes-dombos közúton, akkor is a nagyon gyorsak, azok egy olyan 3-4 óra alatt megcsinálták Mohácsról, de kellemes túraképpen egy nap alatt véghez lehetett vinni. Hát így meg aztán szerintem rövidebb lesz. Még akkor is, hogyha elmegyünk Bátaszékre, és onnan Pécsváradra is, akárhogy vissza, egy napba bele kell, hogy férjen. Ez a mai túra hogyan indult? Eső volt Bátaszéken is például? Amennyire hallható volt ez? Igen, azt mondták, hogy 9 óra körül indultak, és éppen elkapták az esőt. Mi számítottunk is rá, hogy fog még mai nap folyamán esni, de hát azt szokták mondani, hogy az idő olyan, amilyen, kerékpározni kell. A természet alaposabb megismerésére és az egészséges életvitel fontosságára kívánta ráirányítani a figyelmet az Európai Mobilitási Hét keretében az a kerékpártúra, melyhez a II. Lajos emlékműnél a mohácsi frissítőponton is csatlakoztak bringások. A biciklisták nem titkolt célja, szeretnék, ha akciójuk hozzájárulna a megszűnt Bátaszék-Pécsvárad vasútvonal helyén egy kerékpárút megvalósulásához. A résztvevők közül ezért többen Bátaszékről, illetve Pécsváradról indultak Vémind irányába, ahol programokkal és egy tál meleg étellel várták őket a szervezők. Kedves nézőink, ezzel ma esti magazin műsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten szerdán, ugyanebben az időpontban várom Önöket a viszontlátásra.